Ladies and gentlemen, according to the program, the closing speech is delivered by Mr. Gordon Bajnai, ex-Prime Minister of Hungary. As we have announced in advance, he is going to speak Hungarian. Headsets are at your disposal in the room through our hubs. Mr. Bajnai, you have the floor. Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást. Itt voltam reggel Fischer külügyminiszter úr és Schwarzenberg külügyminiszter úr közös megnyitóján, és nagyon tanulságos gondolatokat hallgattunk az Európai Unió múltjáról, meg Európa múltjáról, meg a jövőjéről is. És magam is egyetértek azzal, hogyha arról akarunk beszélni, hogy merre megy az Európai Unió, akkor először meg kell értenünk, hogy miért létezik. Mi a létezésének az értelme, mi a raison d'être, ami miatt az Európai Unióra szükség van egyáltalán. Szükség van-e egyáltalán? És én azt szeretném önöknek erre mondani, hogy azt gondolom, hogy különböző időszakokban, különböző okok miatt volt és van szükség az Európai Unióra. Amikor létrejött, akkor ez egy béke projekt volt. Egy történész írta egyszer, hogy a világban a államszövetségek, államok közti szövetségek mindig valamilyen külső ellenség ellen jöttek létre. Az Európai Unió az egyetlen, amely saját maga ellen szövetkezett, hogy megakadályozza azt a mindig kiújuló háborút, amely újra és újra szétverte Európát. Ez volt az első 50-es évek elején oka miatt az Unió létrejött. De aztán ezt a célt olyan sikeresen kezdte az Unió teljesíteni, hogy nagyon gyorsan átalakult ez egy jóléti vagy szociális piacgazdasági projekté az 50-es évek végétől, és egy teljesen új társadalmi gazdasági modell jött létre a világban, különös kombinációja a jóléti programoknak és a gazdaságnak. Tavaly egy híres befektetési ázsiai befektetési alapkezelőnek mivel beszélgettem Amerikában, és azt mondta nekem, hogy Amerikában minden a profitról szól, Ázsiában minden a foglalkoztatásról szól, Európában meg minden a jólétről szól. És valóban, ha az ember úgy bejárja ezt a három részét a világnak, akkor úgy érzi, hogy ez a prioritás mindenek fölött. Legalábbis, ha máshonnan nézik azt, ami itt történik, akkor mindenképpen ez a felületes benyomás. Szóval egy sajátos és különleges gazdasági társadalmi modell jött létre, amely nagyon sikeres volt az első 40 évében. Aztán a 90-es évek elejével egy teljesen új feladat és kihívás érte el az Európai Uniót. A Szovjetunió széthullásával Európa egy rövid átmeneti időre egypólusúvá, unipolárissá vált. És ekkor az Európai Unió talán mindmáig a legsikeresebb külpolitikai projektjét vitte végbe, a bővítést. Tulajdonképpen Nagy Katalin cárnő egykori receptjét követték, ő volt az, aki azt mondta, hogy nem védhetem meg a határaimat, csak ha kiterjesztem őket. Tulajdonképpen ezt csinálta az Európai Unió, kitolta messze keletre a határait, és ahogy reggel Joska Fischer is beszélt róla, képzeljék el, mi lett volna a mostani helyzetben, ha az akkor nem történik meg ilyen gyorsan. És ennek ezek az országok, benne Magyarország és mások egyértelmű nyertesei. Ez egy rendkívül sikeres 10-14 éves folyamat volt, míg ez a csatlakozás, van akiknek 17 éves, míg ez a csatlakozás lezárult. De ezzel a folyamattal párhuzamosan az Európai Uniót elérte még egy hatás, ami meghatározza azt, ami most történik, ez pedig nem más, mint a globalizáció. A globalizáció, aminek első időszakában az Európai Unió egyértelműen nyertesnek tűnt, ugyanúgy, mint az Egyesült Államok. Úgy tűnt, hogy az alacsony infláció, az olcsó árak, a nagyobb növekedés új piacok miatt az Európai Unió nyertese a globalizációnak. És talán csak most ebben a válságban vált világossá, hogy egyfajta globalizációs bosszú is utolérte a fejlett világot, nem csak Európát, hanem az Egyesült Államokat is, hiszen a tőke
és a munka globális allokációjával nagyon sok kékgalléros munkahely ment el olyan részére a világnak, amelynek a munkásai itt maradtak, és most nem találnak maguknak munkát. És ez nagyon sokáig nem derült ki, mert elfette a korlátlan hitelbőség tulajdonképpen Európa egyre romló versenyképességét egy ideig elfette az a rengeteg pénz, amely a világban gazdát keresett magának. És a 2008-ban kirobbant válság, amely minden egyes régiónak a saját gyengeségére világított rá, az Európának azt mutatta meg, hogy súlyos versenyképességi hátránnyal küzd. Csak hogy egy egyszerű statisztikát mondjak, hogy miről van szó. Ha a 2005-ös adatokat, GDP adatokat a világ minden nagy régiójában 100-nak tekintjük önmagához képest, akkor 2010-ben Európa olyan 104-en volt 2005-höz képest 5 év alatt GDP-ben, GDP alapon. Az USA a 105 körül, nem sokkal előtte Európának, bár elvileg a lisszaboni cél az volt, hogy lehagyjuk az Egyesült Államokat, de legalább nem maradtunk le nagyon tőlük, lehetne mondani, hogy ez nem olyan nagy baj. Igen ám, csak hogy Brazília 127-en volt önmagához képest 5 év alatt, India 145-ön és Kína 167-en, ugyanaz alatt az 5 év alatt. Azért mondom ezeket a statisztikai adatokat, hogy értsék, hogy milyen óriási versenyképességi, növekedési kihívás nyomja Európát, hiszen azt tanultuk meg a világ történelemben, hogy azok a régiók vagy országok, akik nem képesek a gazdasági képességüket fenntartani, azok rövid időn belül a politikai, külpolitikai, katonai befolyásukat, érdekérvényesítő képességüket sem képesek megtartani hosszú távon. És ez a kihívás fenyegeti a fejlett világot, az Egyesült Államokat is, de úgy tűnik Európát sokkal inkább, mint az Egyesült Államokat. Ezért hát a globalizáció, az ebből fakadó versenyképességi hiány az, vagy probléma az, amely Európa számára most a legnagyobb nehézség, de furcsa módon azt hiszem éppen ez a globális átalakulás az, ami Európának az létezésének értelmét ma mindennél fontosabban megadja. Ott van persze a békeprojekt jellege, ott van a jóléti projekt jellege, ott van a bővítés még mindig, de ma a globalizáció viharában, nagy átalakulásában Európa az a Noé bárkája, amire fölkapaszkodva ezt az özönvízszerű változást túl lehet élni, át lehet vészelni, sőt, meg is lehet benne tanulni hajózni, ha jól csináljuk. De ahhoz, hogy ezt jól csináljuk, nagyon fontos változásoknak kell történni Európában. Egyrészt ez a versenyképességi nyomás, erről volt ma itt szó, olvastam az összefoglalóban, Darvas Zsolt is beszélt róla, hogy szinte szakítja ketté Európát gazdaságilag centrumra és perifériára. És nem világos, hogy ennek a folyamatnak ma hol van a vége. Gazdasági, és jól látjuk a következményeit társadalmi értelemben is. Tehát meg kell felelni egy versenyképességi kihívásnak, ez valójában praktikusra lefordítva, politikára lefordítva azt jelenti, hogy reformok sokaságát kell az országoknak végigvinni. Vannak, akik ezt már megcsinálták a válság előtt bölcsen, mondjuk Németország, és vannak, akik most küzdenek ezzel, mint mondjuk Spanyolország, Portugália, Olaszország, vagy hát extrém módon Görögország. De van egy másik probléma is a versenyképesség mellett. Egy korábban nem látott méretű adósság és deficit hegyet halmozott föl az európai tagországok nagyobb része, azok, akik megengedhették maguknak a válság első hullámában. Ezt pedig most le kell faragni, ez nem fenntartható. Ezért egyszerre kell reformokat csinálni a versenyképesség érdekében, és megszorító programokat Európában a költségvetési hiány és az adósságok csökkentése érdekében. Ez mind a kettő közgazdaságilag még csak-csak elmegy, ezek népszerű közgazdasági fogalma. De ha politikai értelemben végig gondoljuk, akkor a reform az azt jelenti, hogy azt kérjük a választóktól, hogy alapvetően változtassák meg az életüket. A megszorítás meg azt jelenti, hogy adjanak vissza pénzt abból, amit már a magukénak hittek. Politikai értelemben ez a két legnehezebb feladat, amelyel Európa kormányai többségükben küzdenek.
ebből következő, hogy Európa ezekben az években és még jó néhány évig egy tartós politikai válságban van nemzeti szinten, egy permanens krízisben, ahol kormányok furcsa koalíciókat alkotnak, furcsa új pártok emelkednek ki, akik korábban nem voltak az arénában, elszaporodnak az utcai tüntetések, és egyes kormányoknak a munka ideje lehet, hogy gyorsabban lejár, mint hogy gondolják. Európa sok országában láttuk ezt, mostanra talán már 17 kormány változott meg az a válság kitörése óta Európában a 27-ből 3-4 év alatt. Na most, ugyanakkor a válság nem csak az egyes országok problémáira világított rá, hanem az Európai Unió egészének problémájára is. Arra, hogy az Unió egészében küzd versenyképességi problémákkal, és az Unió egésze már eléggé integrálódott ahhoz, hogy a gazdasági válságot csak uniós szinten lehessen kezelni, de nem elég integrált ahhoz, hogy erre gyorsan tudjon reagálni, és hatékonyan tudjon reagálni. Ezért tulajdonképpen most először az Európai Unió 60 éves története során a politikát formáló két legfontosabb erő, a piacok és a választók egyszerre fedezték föl, hogy azokra a kérdésekre, amelyeket ez a válság fölvet, a válaszokat már sok esetben nem a nemzeti fővárosban, hanem Brüsszelben vagy az Európai Unió szintjén kell megtalálniuk. Ez egy váratlan felismerés volt nem csak a piacoknak és a választóknak, de bizonyos értelemben magának a brüsszeli központnak is. Ő sem volt erre felkészülve. Mondhatnánk úgy is, hogy az Európai Unió válsága az egy félig végigvitt integráció, egy félig végig gondolt, félig elmagyarázott, félszívvel csinált és félig befejezett integrációnak a válsága. És ezért, amit most tapasztalunk az elmúlt két évben, az a piacok és a választók szempontjából kínosan lassú, az Európai Unió korábbi működéséhez képest elképzelhetetlen gyorsaságú alkalmazkodási folyamat, amely első körben a kényszer miatt a piacok igényeihez próbál alkalmazkodni, megpróbál megfelelni egy olyan gazdaság irányításnak, amely finanszírozhatóan tartja Európát és egyben tartja az eurót, amelynek összeomlása maga alá temethetné a teljes európai integrációt. De nyilvánvalóan az euró válságának intézményi megoldása, a több integráció, az rögtön a következő válsághoz, a politikai legitimáció válságához vezet. Miért? Azért, mert az integrációs probléma megoldása csak a fiskális unió, fiskális koordináció, a magasabb fiskális döntések közösségi szintre emelésével képzelhető el. No de miről is szól praktikusan a fiskális gazdálkodás? Nem szól másról, mint arról, az a politika lényege, szíve, lelke. Minden egyes országban a költségvetés elfogadása az, ami az év legfontosabb politikai kérdése. A költségvetés az, amelyben egy kormányzatnak a filozófiája, a világnézete legjobban tükröződik. Mire mennyit költök, kitől mennyit veszek el, és kinek mennyit adok vissza. Erről szól a költségvetés. Ha ezt a kérdést uniós szintre emelik, mint ahogy gyakorlatilag ez lényegében megtörtént, az európai szemeszter, az azt jelenti, bocsánat, hogy fél évvel azelőtt, hogy a parlamentek elé kerülne egy költségvetés, már európai szinten vizsgálják annak a fenntarthatóságát és működőképességét. Ezért, bocsánat, küzdök egy torokgyulladással már napok óta. Szombaton még jól ment. Szóval, ha ezt a legalapvetőbb politikai kérdést európai, összeeurópai szintre emelik, akkor joggal kérdezi meg mindenki, mindegyes európai állampolgár, hogy hol tudok én abba beleszólni, hogy az én életemet legjobban befolyásoló éves törvényt, a költségvetési törvényt hogy fogadják el. Bizonyos értelemben ennek a különleges példáját élik meg most a görög polgárok.
A görög polgárok tulajdonképpen a régi Ford T-modell problémával szembesülnek. Ugye Henry Ford volt az, aki azt mondta a 20-as években, hogy a T-modell rendelhető bármilyen színben, feltéve, hogy az fekete. Na most a görög polgárok is kicsit úgy élik meg, hogy most már a harmadik kormányt választották meg, de a gazdaságpolitika az lényegében nagyjából ugyanaz. És nyilvánvalóan azt fogja felvetni az Európai Unió integráció, hogy egyre több polgár éli majd ezt meg. Ezért az Európai Unió következő óriási kihívása is, ezen már elkezdődött a munka Brüsszelben, hogy hogyan oldjuk meg a demokratikus legitimáció problémáját. Biztosan nem úgy, ahogy annak idején az olasz egységesülés után, a 19. század végén egy olasz politikus az új olasz parlamentben megfogalmazta, hogy létrehoztuk Itáliát, most létre kell hoznunk az itáliaiakat is. Ilyen értelemben, bár szükség van európai polgárságra, közös európai értékekkel összefogott polgárságra, én a reggeli konklúzióval, Joska Fischer konklúziával értek egyet, miszerint kizártnak tartom, hogy európai Egyesült Államok jöjjenek létre az Amerikai Egyesült Államok mintájára. Azt gondolom, hogy az a fajta föderáció, ami minden bizonnyal sokkal mélyebb és szorosabb lesz gazdasági értelemben, az csak az európai sajátosságokon alapulhat. Én magam elképzelhetetlennek tartom, nem csak 10 évre, de 100, 200 vagy 500 évre is előre tekintve, hogy ne legyen önálló magyar nyelv, magyar kultúra, magyar hagyomány, magyar önálló nemzetiség. Sőt, azt is elképzelhetetlennek tartom, hogy ne legyen magyar államiság. Hogy mely kérdéseket kell majd 10, 20, 50, 100 év múlva európai szinten kezelni a szuverenitásból, és melyek azok, amik nemzeti szinten maradnak meg, ez valószínűleg változni fog, hiszen változott az elmúlt 60 évben is. De hogy ezek az alapvető keretek valamilyen módon meg kell, hogy maradjanak, és ez persze nem csak Magyarországra igaz, hanem a többi erős kultúrával, történelmen rendelkező országra is, sőt, úgy tűnik, mintha a bizonyos országokban ezek a keretek még sokasodnának, nem csökkennének. Szóval ezek a keretek meg kell, hogy maradjanak, és bizonyos értelemben Európának ez a sokféleség az erejét is adhatja, hogyha nem romboló nacionalizmusra, hanem teljesítményre sarkaló nemzeti öntudatra tudjuk ezt fordítani. A határvonal a kettő között időnként elmosódik, a politikusoknak mindig nagy felelőssége van, hogy a pozitív, az alkotó energiát hozzák ki a nemzeti öntudatból, ne a rombolót. Na most mit jelent mindez a mi szűkebb régiónknak, az új európai tagállamoknak, Kelet-Közép-Európa országainak? Én azt gondolom, hogy ebben a új régióban, Európa új régiójában, keleti szélén a tagállamok, az új tagállamok egy olyan dilemmával küzdenek, amely évszázadok óta ismerős. Ez a fajta késői felzárkózás dilemmája. 2004-ben és 2007-ben, mikor az európai bővítés megtörtént ezen a fertályon, akkor ezek az országoknak egy régi vágya valósult meg azzal, hogy végre a fejlett nyugathoz csatlakozhattak, és úgy láttuk már a megelőző időszakban is, hogy ez egy egyenes vonalú lineáris felzárkózási pálya, amelyen haladva Európa, a világ fejlett részéhez csatlakozhatunk. És minél gyorsabban meg akartuk ezt tenni. De 2008 óta, 2008-as válság után viszont a képlet kicsit bonyolultabb. Ezeknek az országoknak kettős dilemmája van. Hogyan oldjuk meg? Mi az a helyes jó politika, amivel a lehető leggyorsabban zárkózhatunk fel anyagi, jóléti, társadalmi értelemben a fejlett nyugathoz, és ugyanakkor hogyan kerüljük el azt a csapdát, azt a válságot, amellyel maga ez a megcélzott felzárkózási központ küzd. Egyszerre akarunk csatlakozni valamihez, és látjuk, hogy az, ahova menni akarunk, az maga is válságban van. Mi a jó válasz erre? Azt hiszem, hogy erre csak az európai problémák mélyebb elemzéséből és egyfajta jövőben nézésből lehet megfelelő következtetést levonni. Én azt gondolom, hogy ma realitásnak kell tekintenünk azt,
hogy az Európai Unió a következő időszakban egyfajta kétsebességes fejlődésen fog keresztül menni. Lehet persze ezt több sebességnek is hívni, de úgy tűnik, hogy lesz egy fejlett, gyorsan fejlődő, a válságot nagyrészt maga mögött tudó centrum, és egy még jó ideig a reformokkal, az alkalmazkodással küzdő periféria Európában. Észak és dél, lehet így leegyszerűsítve fogalmazni. Kelet-Európa ma, az új tagállamok, Kelet-Közép-Európa se nem észak, se nem dél. Sok szempontból ezek, és nem egyértelmű, hogy ezek az országok, ez a blokk hova fog tartozni. Minden egyes ország saját stratégiáján múlik, hogy hova tud kapcsolódni. Én persze azt gondolom jó stratégiának, aki megpróbálja a csákjáját beakasztani a centrum hajójába, oda kapcsolódni és a centrummal haladni. Hiszen éppen itt előttünk a nagyon világos példa délről, hogy milyen probléma van, ha egy ország nem a jó kormányzás útján jár éveken, évtizedeken keresztül. De ez a mérkőzés még nem dőlt el. Ma, mondjuk, ha csak a visegrádi országokat nézzük, akkor eléggé szétnyílik az olló. És ebből a szempontból van olyan ország, mint Lengyelország, amely még a válságot is növekedéssel vitte végig. Vannak olyan országok, mint Csehország vagy Magyarország, kisebb mértékben Szlovákia, akik a válságban visszaestek. És aztán ezek közül Szlovákia most megint gyorsan növekszik, hogy csak a gazdasági mutatókról beszéljek. Csehország stagnál, de egy magas, viszonylag magas szinten, a legmagasabb szinten a régi országai közül, erős alapokkal. És Magyarország, amely a nagy visszaesést követ után visszaugrott egy növekedésbe, majd most ismét, immáron a második évben recesszióban van, válságban van. Úgy tűnik, hogy a különböző kormányzati stratégiák, országstratégiák, és persze tegyük világossá a korábbról öröklött adottságok, sőt, pontosabban fogalmazok, adósságok is meghatározzák ezt a pályát így együtt. De, mint minden válság idején, a vihar szétszórja a hajórajt, és a korábban előhaladók vagy hátulhaladók sorrendje teljesen megváltozhat attól függően, hogy a vihart ki hogyan hajózza át. Ki mennyire biztos kézzel és helyes kormányzással. Ebből a szempontból tehát én azt gondolom, hogy a centrumhoz kellene kapcsolódni azoknak, akik sikeresek akarnak lenni, a centrumhoz kapcsolódás pedig a tudásgazdaságot jelenti. Hiszen a centrum azért tudta megúszni ezt a válságot, mert idejekorán még a válság előtt képes volt olyan reformokat végigvinni a saját országaiban, amelyek a tudásgazdaság, a magasabb hozzáadott érték irányába menekítették ki ezeket az országokat, a fejlődő, felzárkózó, fejlődő világgal folytatott bérversenyből. Ezért azok az országok sikeresek, amelyek magas hozzáadott értékkel, fejlett, komplex gazdasággal képesek kimenni a válságból, és ezeknek az országoknak, bennük azt gondolom Magyarországnak is, az a helyes stratégia, az lenne a helyes stratégia, hogyha minden erejével a tudásgazdaságra, a technológiára, az oktatásra, a know-howra, az infrastruktúra, az ilyen típusú infrastruktúra fejlesztésére, és az ezt megalapozó humán erőforrás politikákra koncentrálna, akkor tudna Magyarország kifelé menni ebből a válságból, ha modernizálná magát, nem hogyha visszafordítja magát. Ebből a szempontból nem kérdés gondolom önök számára, hogy vitám van a mostani kormányzattal, de most nem erről akarok beszélni, hanem Magyarország európai stratégiájáról. Magyarország szempontjából hadd mondjam azt, hogy így 8, majd 9 évvel az Európai Uniós csatlakozás után továbbra is azt gondolom, minden korábbinál inkább azt gondolom, hogy Magyarország számára az Európai Uniós tagság, az Európai Unióban bent lenni, az a, és kérem óvatosan hallgassák a szavakat, Voltaire-i szavak, a létező világok legjobbika. A létező világok legjobbika. Itt fontos hangsúly van a létezőn, mert persze mindenki el tudna képzelni könnyebb bürokráciát, kevesebb szabályt,
rugalmasabb működést, és sok minden más, mint amit Brüsszelből, meg más intézményekből kapunk. De mindezzel együtt is, történelmi léptékben, az Európai Unió egy olyan speciális kísérlet, amelyben nem elsősorban a nyers gazdasági, katonai erőviszonyok döntenek országok között, nem egyfajta csendőr pertuban, és elnézést a fordítóktól, egyfajta alá-fölé rendeltségi viszonyban, nyers erőviszonyban kell egymással lenni az országoknak, hanem egy olyan szabályozott szerződéses rendszer van, amely a nagyobbat is köti lojalitással a kisebbik felé. Hát hiszen ezt megtapasztaltuk ezerszer. Csak a magam egy éves miniszterelnöksége alatt többször volt, hogy mi közép-kelet-európai országok összefogva kompromisszumra tudtunk kényszeríteni a legnagyobb, legerősebb tagállamokat. Németországot, Angliát és Franciaországot egyszerre kényszerítettük be kompromisszumba, például a klímapolitika vagy az energiabiztonság kérdésében, amire korábban nem volt lehetőség. Azért, mert a visegrádi négyek másokkal összefogva, 10-12 kisebb állam képes volt világos kérdésekben, nemzeti érdekek mentén, közös nemzeti érdekek mentén menetelve eredményeket elérni. Ezt mutatja, hogy az Európai Unióban igenis van ennek szerepe, jelentősége és eredményessége. És ezért az egyik oka miatt az Európai Unió Magyarország számára a létező világok legjobbika, mert a történelmünk másról sem szólt az elmúlt 1000 évben, mint hogy jöttek ide nyugatról, keletről, és aztán vagy a függetlenségünket megőrizve kellett velük alkudni, vagy háborúba kellett lenni, vagy sokszor évszázadokra elveszett az a nemzeti önállóságunk. Most viszont a nemzeti önállóságunkat megtartva képesek vagyunk egy szabályozott viszonyban képviselni és érvényesíteni az érdekeinket. A másik ok, ami miatt Magyarország számára az Európai Unió létező világok legjobbika, hogy azt a már korábban bemutatott globális földindulást, ami most történik a világban, nem hiszem, hogy kicsi és nyitott gazdaságok hosszú távon a fejlett világban súlyuk változatlanul tartásával túl tudják élni. Nekünk igenis óriási szükségünk van arra az 500 milliós piacra, a világ legértékesebb, leggazdagabb, legnagyobb értékű piacára, amelyen belül léve tudunk érvényesülni. Szükségünk van arra a kollektív érdekérvényesítő erőre, amelyet az Európai Unió remélhetőleg a jövőben az eddigieknél sokkal határozottabban és hatékonyabban képes lesz, lehet érvényesíteni. Akkor Magyarország is jól járhat, hogyha az Európai Unió ebben sikeres. Ezért nekünk az Európai Unió az a bizonyos Noé bárkája, amiről már beszéltem, ami a globalizációban nem csak a túlélés, de a boldogulás esélyét is hordozza, ha meg tudjuk ragadni. Persze világosá kell tennünk, hogy az Európai Unió nem egyszerűen csak egy értékközösség, nem egyszerűen csak egy idealista projekt. Az Európai Unió az egy érdekközösség is, ahol a nemzeti érdekek nagyon sok ügyben belül versengenek egymással. Erről beszéltem az előbb, amikor a szövetségkötésről volt szó. De az, ami rövid távon érdekharc, azt mindig moderálja, mederben tartja, és egy jó irányba tereli, az a hosszú távú értékközösség, ami összeköt minket. Miközben nagyon nyilvánvaló a különbség magyarok, szlovákok, osztrákok, németek, franciák és mondjuk írek között, hogyha így hasonlítgatjuk össze egymást, rengeteg sztereotípiánk van, ahol ami a különbségeket kifejezi. De ha ránézünk egy kínai, egy indiai, egy dél-amerikai országra, akkor ahhoz képest mi rettenetesen hasonlóak és összetartozóak vagyunk. Sokkal több dolog köt össze minket, mint ami elválaszt, hogyha ebben a globális versenyben próbáljuk magunkat elhelyezni. Ebben az értelemben azt mondtam az elején, hogy az Európai Unió nem valamilyen külső fenyegetéssel szemben, hanem a saját önmagát fenyegető rossz szokásaival szemben jött létre. De a globalizáció furcsa módon elkezdi megteremteni azt a külső nyomást, kényszert, hogy az Európai Unió
meghatározza önmagát másokkal szemben is, felvegyen egy közös érdekérvényesítő pozíciót. Ennek a folyamatnak igazából még csak az elején tartunk. És ebben Magyarországnak az Európai Unióban lenni, ott sikeresnek lenni, ott belül az érdekeit érvényesíteni az egyik kulcs az ország nemzet sikeressége szempontjából. Jelente Magyarországnak korlátozást az Európai Unióban benne lenni? Én azt gondolom, hogy a nemzeti érdekeink szempontjából lényegében nem. Mindaddig, amíg Magyarország a nyugatias típusú, a fékek ellensúlyok nyugvó jogállamrendszerét tartja Magyarország számára irányadónak, amíg a piacgazdaság, a magántulajdon tiszteletén alapuló piacgazdaság, nyitott piacgazdaságot tartja, amíg az emberi jogokat gondolja maga számára irányadónak, addig az Európai Unió Magyarország érdekei szempontjából nem jelent effektív korlátot. Azt is látjuk, hogyha ezekben valamilyen megbicsaklás van, akkor viszont jelent erős korlátot, de ez nem a nemzeti érdekeink, hanem legfeljebb hatalmi érdekek szempontjából merül föl. Ezt világossá kell tennünk. Azok a viták, amelyet az elmúlt években Magyarország folytatott, mondjuk hány éves korban menjenek nyugdíjba a bírók Magyarországon, vagy kell-e korlátozni a média működését Magyarországon, azok nem a nemzeti érdekeinkről szóltak, hanem belső hatalmi küzdelmeket vittek ki európai térbe. Ami viszont a valódi nemzeti érdekeinket illeti, abból a szempontból a legfontosabb az, hogy azokat tudjuk-e jó szövetségkötéssel és észszerű érdekérvényesítéssel érvényre juttatni. Ebből a szempontból fontos értékelnünk, mert most nagyon itt van a tudatunkban az, hogy mi történt a múlt hét vége felé az Brüsszelben a 7 éves európai költségvetés kapcsán. Én azt gondolom, hogy fontos ebben tiszta vizet önteni a pohárba, mert mindenféle állítások sikerről és tragédiáról egyaránt kerengenek a magyar közvéleményben. Miközben én azt gondolom, hogy fontos különválasztani a tényeket és a véleményeket. Volt egy nagyon híres amerikai szenátor, Moynihan szenátor, aki egyszer azt mondta, hogy mindenkinek joga van a saját véleményehez, de senkinek nincs joga a saját tényeihez. Ezért először nézzük a tényeket. Veszítette Magyarország az uniós támogatások, felzárkózási pénzek vonatkozásában. Nagyon egyszerűek a tények. 25 milliárd euró volt a támogatás Magyarországnak az előző 7 éves ciklusban, most pedig 20,4 milliárd körülbelül. Tehát körülbelül, kerekítve mondom, 4,8 milliárd euróval kevesebb jut Magyarországnak ebben a 7 évben, mint az előző 7 évben. Ez egy tény. Ezt bemutatni, mint hogy többet nyertünk, mint valaha, nehéz. Ez kevesebb, mint volt. Kiszámíthatjuk ezt egyfőre jutó módon is, akkor egy dolog nagyon fontos, kettő. Nézzük meg, hogy mi, hogy egyforma forint árfolyamon számoljunk, mert 2000-es évek közepén 250 forint körül volt az euró árfolyama, most sokkal gyengébb, most közel van a 300-hoz. Tehát valamilyen, bármilyen, de egységes árfolyamot kell használnunk, ha forintba akarjuk kifejezni. A másik, az a másik sajnálatos tény a forint gyengülése mellett, hogy Magyarország népessége csökken. Tehát kevesebben vagyunk, mint voltunk 2005 körül, vagy 2007-ben mondjuk. Évente olyan 20-22 ezer fővel sajnos csökken a magyarság. Most a máshova költöző, ott dolgozókat nem számolom ebbe bele, azt az 500 ezer embert, akiről most szó van. Ha ezeket a tényeket figyelembe vesszük, és kiszámoljuk egy ugyanazon a forint árfolyamon, akkor körülbelül 600 ezer forint jut most minden egyes magyar állampolgárra, ebben a előttünk levő 7 éves időszakban, és 744 ezer forint jutott minden egyes magyar állampolgárra, ugyanarra az árfolyamra vetítve az előző időszakban, most befejező időszakban. Tehát egy magyar polgárra vetítve, önre, akik itt magyar állampolgárok, 144 ezer forint a különbség, annyival kevesebbet fogunk kapni a következő 7 évben, mint kaptunk az előző 7 évben. Ezek a számszerű tények. Ezekről szerintem nem érdemes vitatkozni, mert ezek tények. Ha értékelni akarjuk, hogy mi történt Brüsszelben az elmúlt másfél év csatározásai során, akkor azt gondolom, mostanában úgyis divat, érdemes egy foci hasonlattal élni.
Ebben a meccsben az első fél időben hát nagyon megszórtak minket, kaptunk mondjuk 7 gólt az első fél időben, hiszen 7 milliárdot veszítettünk volna az előző időszakhoz képest. És most a tárgyalások utolsó fordulóiban, novemberben és most, 2 gólt, a második fél időben rúgtunk mi 2 gólt, és már nem kaptunk újabbat. Tehát lehet mondani, hogy a második fél időben már javuló formát mutatott a csapat, szépített és csökkentette a különbséget. Ráadásul azt is el kell mondanunk, és ez így fair, hogy 3 másik tényezőt figyelembe kell venni a kormányzati teljesítmény értékelésekor. Az egyik, az össz-európai uniós költségvetés is csökkent a következő 7 évben, mint most. Tehát egy kisebb tortából kellett szeleteket osztani, ez a fairséghez hozzátartozik. Tehát nem volt várható, hogy általában mindenki nagyobbat kapjon. De a csökkenés mértéke kisebb, mint amennyivel a Magyarországra jutó források csökkentek. Mi többet veszítettünk, mint az átlagos csökkenés. És az is igaz, hogy egyes országok, mondjuk itt a környéken Lengyelország, Szlovákia vagy Románia több pénzt kaptak, lényegesen több pénzt kapnak a következő évben, mint mi. De az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a teljes torta valamivel kisebb, mint volt a korábbi időszakban. Másrészt 2 másik kérdésben is szépített Magyarország a második fél időben. Nem lett rosszabb az áfa elszámolás, mint korábban volt. Annyi maradt, mint az előző időszakban, ezért a költségvetés nem fogja jobban terhelni ez az időszak, mint a korábbi. És ami fontos, hogy sikerült a hátrányos helyzetű régióknak kicsit több pénzt szerezni, ez nagyon fontos, ez is nemzeti érdek. Ez alapvető nemzeti érdek. És az, hogy ebben több pénzt kaptunk, ez eredmény, ez jó eredmény a magyar tárgyaló delegáció szakdiplomatáink részéről. 2 dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani. Nincs helye a kárörömnek a veszteségek miatt, mert ez egy nemzeti ügy. Magyarország 2014 és 2020 között az a Magyarország, amelyik most másfél évtizede nem látott mélységbe zuhant nálunk a beruházások összege. Annak a Magyarországnak mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy ezeket a pénzeket le tudja hívni és el tudja költeni. Ez nemzeti ügy, ezért mindenkinek mindent meg kellett tenni. Magam is ezért mentem ki Brüsszelbe, és találkoztam sok mindenkivel magas szinten, hogy ebben az ügyben elmondjam nekik, hogy nem az a kérdés, hogy milyen konfliktusok vannak Magyarországgal, ne büntessék ezért a magyar polgárokat. Magyarországnak minél többre van szükség. A második pedig, amit figyelembe kell vennünk, hogy egy dolog, hogy mennyi pénz jár, de legalább ennyire fontos, hogy le tudjuk-e hívni, és hogy jól tudjuk-e befektetni. Ebből a szempontból még nagyon nagy, nehéz kérdések vannak a mostani időszakban is előttünk. A kormánynak nagyon kell vigyázni, hogy szakszerűségi, hozzáértési, szabályozási okokból nehogy Magyarországon a hátralevő időszakban bármi miatt megtorpanjon ezeknek a pénzeknek a lehívása, mert akkor veszíteni fogunk vele. Nagyon ki van centízve ez a dolog. 2010-ben egy évre megállt az uniós pénzek lehívása, és emiatt Magyarországot az élbolyból az utolsó 4-5-be került, azt hiszem talán negyedik hátulra. Ezért most nagyon kell koncentrálni, és ez is nemzeti érdek, hogy le tudjuk hívni ezeket a pénzeket. Másrészt nagyon fontos, hogy Magyarország egy olyan fejlesztési tervet tudjon csinálni a következő 7 évre, ami Magyarország versenyképességét, elsősorban a versenyképességét, a növekedési képességét, a gyarapodási képességét, a tudás-gazdaságba való átmenetét, Európa fejlett centrumához való kapcsolódását segíti. Erre kell koncentrálni ezeket a forrásokat. Ebben van óriási felelőssége a jelenlegi kormánynak, hiszen, hogy 2014 után ki kormányoz, azt majd a választók döntik el, és ebben nyilván van közöttünk véleménykülönbség, de a tervet most kell elfogadtatni. Ezért nagyon fontos, hogy ez a terv megalapozott legyen, hogy alapos, széles társadalmi vita előzze meg, hiszen ez túlmutat 2 kormányzati cikluson. Ezért nagyon fontos, hogy ebben is a nemzeti érdek képviselete belföldön és Brüsszelben is megvalósuljon. Hölgyeim és uraim, Magyarország számára az Európai Unió ma a létező világok
az elképzelhető, vagy valóreálisan elképzelhető világok legjobbika. De akkor fogjuk tudni kihozni ebből a maximumot, ha Magyarországon tartósan évtizedekre minőségi jó kormányzás, a nemzeti érdek helyes képviselete, és egy ehhez kapcsolódó társadalmi, gazdasági felzárkódás, gyarapodás valósul meg. Ez a nemzeti érdekünk, és ez teljes mértékben egybeesik Európa érdekeivel. Köszönöm, hogy meghallgattam. Hölgyeim és uraim, néhány kérdésre van mód. Ki kíván kérdést föltenni? Én már mindent megválaszoltam az előbb. Igen. Lehet, még egy-két percig jelentkezni. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen miniszterelnök úrnak ezt a stratégiai áttekintést, amely a jelek szerint mindenkit kielégített és nem hagyott megválaszolatlan kérdést. Ezzel a konferenciát bezártuk. Köszönöm szépen az érdeklődést és a részvételt.